Na sziasztok, ez itt egy vlog videó lesz, még hozzá megtörtént a nagy esemény, hogy a Futballhun TV történetében először teljes élő 90 perces meccset közvetíthettem. Nos, és hát arra gondoltam, hogy ha már tényleg ilyen jeles ez az alkalom, akkor erről készítek egy olyan vlog videót, amiben bemutatom kicsit, hogy hogyan zajlott ez a közvetítés. A háttérbe belenézünk, kicsit én is beszélek a közvetítésről, a kommentátorkodásról, stb. Úgyhogy tartsatok velem, hogyha érdekel a téma, úgyhogy akkor nézzük is a leglényegesebb dolgokat. Tudni kell, hogy ez egy U18-as meccs volt, és ugye az U18-as korosztálynak külön még Európa-bajnokságot és világbajnokságot sem rendeznek, tehát hogy ez egy szinte majdnem egy elkülönített korosztály. Szóval a felkészülésben nyilván nagyon sok kutatómunka volt, több, mint hogyha mondjuk egy bajnokok ligája meccset, vagy mondjuk vegyünk egy simán egy U17-es meccsre kellett volna készülni, tehát sokkal több volt vele a munka, sokkal találékonyabbnak kellett lenni, hogy honnan kell információkat szedni, és így is azért azt nem mondom, hogy zúdultak rám az információk. Nyilván alapvető volt, hogy az MLS-nek a honlapján tájékozottam, de a Román Szövetség oldalán is azért lehetett információkat találni a mérkőzésről, többek között a román keretről is, és hát természetesen a közvetítésre az MLS közvetítését használtam. Ugye itt még a mérkőzés előtt vagyunk. Mint láthatjátok, itt jelenleg két monitoron is fog menni nálam a mérkőzés, lesz egy harmadik is egyébként. Azon lesz a live, és azon is nézem a meccset, viszont a gép segítségével, ahol azért jobban átlátni a meccset, mert nagyobb a képernyő, ezt is segítségül hívom, illetve hát itt van a tablet, úgyhogy ott is tudom nézni az információkat, hogy gyakorlatilag a papírommal együtt, amit láthattok itt a jegyzet, négy darab helyiről is tudom figyelni ezeket a dolgokat, úgyhogy gyakorlatilag a helyi off-tube kommentátor állás az itt nálam. Így néz ki. Most pedig pár kérdés, amelyet összegyűjtöttem, hogy mire lehetne érdemes mondjuk válaszolni ebben a videóban, még így a kommentátorkodás terén. Nos, az egyik mindenféleképpen az, hogy miben különbözik, főleg az én esetemben igaz, hogy miben különbözik egy rendes mérkőzés, egy rendes 90 perces futballmeccs, vagy mondjuk egy FIFA gameplay közvetítés. De ugye azt tudni kell, hogy én egyébként már évek óta, tehát lassan már 5 éve, talán idén lesz 5 éve, hogy közvetítek FIFA-t, és élesben viszont még egy évese, hogy mondjuk nyilvánosság elé. Nyilván ez jár azzal, hogy nem kell annyira felkészülni, mert nincs időd elmondani az információkat, mert tényleg annyira pörgős és annyira rövid egy mérkőzés, hogy erre nincsen idő, és tényleg azzal kell elfoglalva lenni az embernek, főleg mikor megvolt a kezdőrugás, hogy tényleg ami a pályán történik, hiszen nagyon gyorsan megy a játék. Ami viszont ennek a hátulütője, hogy ugye még mondjuk egy nap leközvetítesz egy rendes 90 perces meccset, akkor már arra napra megvolt a munkaidő. Ez a FIFA esetében nem igaz, hiszen volt, hogy egy nap például felvettünk délután 1 órától este 8-ig 5-6, de lehet 8 meccset is, és nyilván az utolsó meccsre az ember már tényleg kifárad, a hangja elmegy, szóval nyilván ez is fárasztó munka, és hogyha azt nézzük, hiába tűnik kevesebbnek egy FIFA meccs, mint egy 90 perces. Van, hogy több beszéddel jár mondjuk egy FIFA gameplay felvétel, mint mondjuk egy rendes 90 perces meccs. Nyilván ez azért függ attól is, hogy most egy nap hány FIFA meccset veszünk fel, meg mondjuk ha előfordulhat nyilván olyan is, hogy mondjuk egy kommentátor egy nap mondjuk két meccset közvetít, még hogyha nem is egy huzamba, szóval azért nyilván vannak kivételek. Kicsit magamról, hogy én mikor kezdtem el ezt az egészet, és hogyan, mik voltak a mérföldkövek. Most én 2016 novemberében csináltam meg az első közvetítésemet, amikor még csak kipróbáltam magam, hiszen előtte tényleg abszolút nagyon amatőrre még csak próbálkoztam ezzel. Megvan még a felvétel, ha nem bánjátok, inkább nem játszanék abból be semmit. A lényeg, hogy egyébként ez elég érdekes, akárcsak ma az is egy magyar-román meccs volt, az viszont egy FIFA 16-os gameplay volt talán, vagy FIFA 17-es, és hát 2-2 lett annak a meccsnek a vége, szóval ott 4 gólt is közvetíthettem, és egyébként utána azért jó sokat kellett várni a következő mérföldkörre, de ez 2019. januárjában eljött, amikor úgy gondoltam, hogy ideje tényleg lépni egyet, és mondjuk egy felnőtt teljes 90 perces meccset közvetíteni. Ez volt egy Valencia Villarreal spanyol bajnoki. Azt egyébként felvételről, tehát nem élő meccs volt, de felvételről, az volt a legelső ilyen teljes meccs, és utána jöttek a talán még nagyobb mérföldkövek, hiszen visszaérkeztem a FIFA-hoz, viszont azt már nyilvánosság elé élesbe, az első közvetítésem, az első ilyen, ugye itt a Futballon TV-n vissza tudjátok nézni, még 2020 áprilisában volt egy Izland-Románia EB pótselejtező, a FIFA verziója,
és a mai nap pedig jött a 2021 márciusi dátummal a Magyarország-Románia teljes 90 perces meccs, úgyhogy, ami ugye U18-as, úgyhogy ez is egy, tényleg talán ez volt eddig a legnagyobb mérföldkő, mert most már nyilvánosság előtt 90 percet tudtam közvetíteni. Ami pedig talán én se gondoltam volna, de vagy ez most tényleg a véletlen műve, vagy tényleg így jönnek a meccsek, vagy én nem tudom, de ugye négy ilyen időpontot szedtem össze, és négy meccset, abból háromszor is ellenfél volt Románia. Úgyhogy mindössze csak a Valencia-Villarreal meccs volt ott, ahol nem volt román kötődés semennyire. Úgyhogy ez valamilyen véletlen egybeesés, hogy mindig a románok jönnek. Most viszont nézzük azokat meg, hogy miket tartok fontosnak egy közvetítéskor, és igyekszem betartani. A legelső szabály nálam az, hogy legyen élvezetes a közvetítés. Tehát, hogy így, hogy zárt kapusak a találkozók, ez még jobban megnézíti a kommentátor dolgát, hiszen nem üvöltet egy gólnál, mert ez azért tényleg egy nagyon furcsa lenne, hogyha mondjuk teljes síri csöndben elkezden üvölteni, hogy gól vezetünk. De mégsem kéne azért egy zárt kapus meccsen, amely alapból azért hangulattalan, mondjuk úgy megélni egy gólt, hogy majdnem elalszol benne. Tehát, hogy itt a kettő között meg kell találni az egyensúlyt, és ha mondjuk ez egy teltházas meccs lenne 20 ezer néző előtt, vagy hogyha mondjuk a Balmazújvárosi stadion főkapacitását nézzük, az megtelne, még úgy is, azért már jobban ki tudja az ember ereszteni a hangját. De mondom, meg kell találni valamennyire a hangsúlyt, és hát úgy leközvetíteni, hogy ez, hogy a néző élvezze azt, és mondjuk ne azon szörnyűködjön, hogy mondjuk tényleg, hogy beszél ez a kommentátor össze-vissza, vagy hogyan üvöltözik, meg értelmetlenségeket beszél, meg nyilván az se legyen, hogy hát a néző majd felébredett a 91. percbe, amikor a második percbe volt az utolsó emléke a meccsről, szóval nyilván ezt sem szeretném. A második fontos szabály, ezt azért második helyre tettem, hogy azért legyen felkészült a kommentátor, hiszen mérkőzés függő, hogyha mondjuk egy unalmas 0-0-át vagy egy élvezetes 3-3-at közvetítesz, nyilván elválasztódnak az információk fontosságai. Tehát hogyha mondjuk egy nagyon unalmas meccset közvetítesz, akkor általában nem kéne mindig, vagy hát nem szoktam mindig a neveket mondani, hogy most XY-nál a labda, egész meccse, mert abba tényleg belealszik a néző, olyankor valami plusz infóval fel kell dobni. De hogyha mondjuk nagyon jó a meccs, akkor ezeket nyugodtan el lehet engedni, mert nincsen értelme annak, hogy mondjuk egy helyzetnél te még sorolod, hogy 1985-ben hányszor kapott ki mondjuk a magyar válogatott. Most ez csak egy random példa volt. Szóval ez is egy fontos dolog. Ez nyilván mérkőzés függő, egy meccs előtt nem tudhatod, hogy ez most milyen meccs lesz, vagy jó lesz. Számíthatsz nyilván jó meccsre, jó rossz meccsre, de nem tudhatod, hogy mi van. Tehát fel kell rendesen készülni, hogyha mondjuk ez közbe jön, hogy mondjuk sok infót el kell mondani, akkor legyenek napra kész, érdekes. Nem utolsó sorban, amivel tényleg meg tudod színesíteni a közvetítést, és fontos is belevinni, az a stílus. Minden kommentátornak ugye van egy egyedi stílusa, hogyha megfigyelitek, és nálam ez még csak most alakul ki, akkor fontos az, hogy legyen saját véleményed egy-egy szituációban. Nyilván nem szabad nagyon belemenni, főleg nem, hogyha mondjuk egy televíziónál közvetítesz, amely tényleg maga a televízió, tehát itt most nem azokra gondolok, amelyek mondjuk YouTube csatornaként működnek, mint mondjuk az enyém is, hanem tényleg mondjuk az M4 Sport, Digi Sport, Sport TV, Spiller is még sorolhatnám, tehát az ilyen sportcsatornáknál, de például a saját vélemény, vagy a saját tapasztalatot, emléket bevinni, tehát, hogy ha mondjuk látsz egy gólt, és te közvetítettél korábban egy olyan gólt, amire ez emlékeztet, és mondjuk azt elmondod, azzal szerintem nem veszítesz, sőt, inkább nyersz, hogy egy kicsit a saját magadat is beleviszed abba a közvetítésbe, és megszínesíted, meg egyediesíted azt a közvetítést. Mert hogyha mondjuk teljesen szárazon közvetítesz, annak a saját maga szépsége, egyedisége ugye elveszik, de nyilván túlzottan sem szabad belemenni, tehát nem, tehát hogyha mondjuk nagyon unalmas a meccs, akkor nyilván azért azt nem mondhatod, hogy a meccs közepén, hogy így szar meccs ez, hanem hogy azért finoman próbálsz afelé mozogni, hogy bizony ez a meccs azért lehetne akár jobb is, a két csapat szempontjából színvonalasabb, de nyilván itt is, ahogyan az előbb is mondtam, meg kell találni a hangsúlyt. Száll, levő helyzetben, legurítja, hosszan veszi át. A játékvezető jön bosszankodott. Pirlo Escu, hogy lehet, hogy miért jönnek. De hogyha a játékvezető így döntött, akkor... Na és most már a meccs után vagyok. 90 perc, sőt 92, hogyha nagyon precízek akarunk lenni, 92 perc után.
Most fogok úgymond véleményt alkotni magáról a meccsről is, és arról, hogy én hogyan láttam a saját közvetítésemet, és miben szeretnék majd javulni, vagy a következőre mondjuk, és mondjuk mi célja volt ennek az egésznek. Na, kezdjük a mérkőzéssel. Szóval ugye úgy kezdődött, hogy Erdei góljával nagyon hamar megszereztük a vezetést, nagyon bizonytalanul kezdte mind a két csapat a meccset. Észre lehetett venni egyébként, kicsit a szél meg a talaj is közbejátszott, de azért az a kapufa sem magától született a meccs elején a románoktól. A gól sem azért egy a mi szépen kidolgozott támadásunkból indul, szóval nagyon meg voltak illetődve, kicsit féltek egymástól a csapatok, én úgy érzem. Szóval utána kiegyenesedett a játék, a románok átvették az irányítást, mi kicsit bizonytalanok voltunk a kapu előtt, Nagy Olivernek volt egy jó átlövése. Ha nem véd a románok kapusa Aldescu, akkor abból egy bombagól is születhetett volna, aztán megyünk 2-0 a szünetre. De azt is hozzá kell tenni, hogy egyébként, hogyha 1-2 lett volna a fél idő, még akkor is lehet, hogy a szavunk nem lehetett volna, legfeljebb a védelemre, hogy azért hello, azért ott észre kellett volna ott védekezni, és észre is védekeztünk, ezért is volt egy 0 fél idő. A második játékrész megint a románok kezdték jobban, volt egy lecsúszott lövésük, utána pedig volt egy oldalhálójuk is, majd utána a német Dánielnek egy hatalmas zicsere, ami tényleg pár centim múlott, hogy ne menjen be, és legyen meg a második gól. Ha az bent van, ott lezárult volna a meccs, a románok játékába nem volt benne a gól, de a közvetítés alatt nagyon sokszor emlegettem azt, hogy nem szabad az 1-0-ra ráülni, mert az bármilyen meccsen, bármilyen szituációban, bármilyen csapat ellen, bármilyen játék során kifizetődő, sajnos így is lett, 75. perc, kiegyenlítettek a románok egy szép kényszerítő után, és utána hiába volt német Dánielnek egy oldalhálója, ez nem az ő napja volt, nem tudott gólt szerezni, annak ellenére, hogy három helyzetet is kihagyott, és nem is kicsiket, legalább annak a felét, vagy háromból egyet gólra vált, akkor ezt a meccset meg lehetett volna nyerni, és a végén még nekünk kellett 10 gólt kapjunk ki. A magyar válogatott nem érdemelt majd győzelmet a mutatott játék alapján, viszont győzelmet kellett volna aratnia az eredmény alakulása miatt, és ezt azért mondom, mert 75 percig bírtuk az 1-0-át, 15 percet kellett volna kibírni, úgyhogy a játék alapján én szerintem nem szolgáltunk rá a győzelemre, viszont meg kellett volna innen nyerni a meccset, tehát hogyha már így alakult, akkor ezt meg kellett volna nyerni, de hát ez csak egy felkészülési meccs volt, csütörtökön visszavághatunk a románoknak, úgyhogy nagyon baj ebből nem származott, a románok meg nagyon pontatlanok voltak, viszont fölénk nőttek többször is, több helyzetük volt, viszont nekünk volt azt hiszem nagyobb helyzetünk, tehát a románoknak volt egy kapufájuk, meg Őrinek egy védése, de azon kívül nagyon nagy helyzetük nem volt, nekünk viszont igen, kevesebb helyzetünk volt, de nekik meg több helyzetük volt, szóval nagyjából így lehet egálba, úgyhogy maradjunk annyiban igazságos a döntetlen, én őszintén szóval viszont nagyon fáj, hogy ezt a meccset nem tudtuk innen már megnyerni. A magáról a közvetítésről. Na, nagyon érdekes volt ez, hiszen azért ez mégsem egy olyan bajnokok ligája meccs volt, ahol ismered mondjuk a játékosokat, ismered mondjuk az edzőt, az ifi csapatot majdnem, messzámokat, mindent tudsz fejből, és ömlik rád az UEFA honlapján az információ. Itt a Román Szövetség honlapjáról kellett leszedni a román keretet, a magyar válogatott kezdő csapatát mindössze 15 perccel vagy 25 perccel a kezdés előtt tudtam megszerezni, akkor messzámokkal ellát, vagy egyáltalán fel lehessen ismerni a játékosokat, azokat csak 5 perccel előtte gyorsan utána jegyzetet kellett írni, meccs közben kellett gyakorlatilag ezt betanulni, szóval nem volt egy könnyű helyzet, és próbáltam valamennyire helytállni, ahogy érzem, nem nagyon sikerült sajnos, de ez még csak nekem is egy tesztmeccs volt, és az első meccs volt, úgyhogy igyekszem ebbe javulni, és ami talán a legnagyobb hibát elkövettem ebben az egészben, az az, hogy ugye a szünetben, meg a meccs elején nem figyeltem arra, hogy ugye a cseréket kiírták, és ez nekem ugye nem volt meg, mivel a cseréket csak 5 perccel előtte kaptam úgymond meg, tehát tudtam meg, hogy kik a cserék, mert számmal ellátva. Na most, mivel erre ott nem figyeltem, ezért értelmszerűen nagyon a cserékkel nem voltam tisztában, úgyhogy a románok gólját egy cserejátékos lőtte, akit nagyjából a keretből kellett úgy kitalálnom valamennyire, hogy messzám alapján és a posztot így valahogy összeválogatva ki lehet. Hát végül nem az lett, akit egyébként mondtam, hanem Rares Ilie szerezte a románok gólját, úgyhogy hát ő talált végül be, valamint Erdei Milán pontosabban, aki lőtte a mi gólunkat. Nem tudom, nekem valahogy Erdei Dániel volt a jegyzetre írva, lehet én voltam figyelmetlen, lehet, hogy az MLS-én értelkeni már, nem tudom, a lényeg, hogy ezeket szeretném itt kiavítani, és akkor a hibákért elnézést kérni. Összességében azért pozitívak voltak a visszajelzések a közvetítéssel szemben, és ezt köszönöm szépen, mert nyilván kell a plusz motiváció, stb. Az tény, hogy van, még hova fejlődnem, de hát jövő héten indul az U21-es EB, és aki nem tudná, ugye a közvetítésre, azt hiszem kétszer is ezt elmondtam,
hogy igyekszem majd az U21 és EB-n közvetíteni mérkőzéseket, és hogy ezt miért, mert nem volt semmilyen olyan ötletem, hogy mivel lehetne ezt az U21 és EB-t a csatornán valamennyire így feltolni, figyelmet felhívni rá, tehát nem tudtam volna egy olyan műsort indítani, főleg így, hogy most a heti kibeszélel indult, hogy az U21-es EB-vel foglalkozzunk. Úgyhogy inkább arra gondoltam, hogy mivel a gameplay felvételeknek a végén járunk, és nagyon nem tervezek a jövőben gameplayt, ezért akkor legyenek teljes meccsek, amiket kommentálok. Tudjuk, copyright miatt ezek YouTube-ra nem fognak felkerülni, esetleg összefoglaló formájában, így is most az MLS-nek nyilván azért, hogy közvetítette ezt a meccset, és volt mit kommentálnom. Nagy köszönet azért is, hogy ők nem küldtek kommentátort, és akkor én lehettem úgymond a speakerje ennek a mérkőzésnek, és egy összefoglaló keretében talán felkerül. Twitch-en azonban visszanézhető, szóval majd a leírásban találtak egy linket a Twitch csatornához, ahol kövessetek be a következő élő közvetítésekért, illetve visszahallgathatjátok, de remélem, hogy ennél már csak jobb közvetítéseket hallhattok tőlem. Úgyhogy köszönöm szépen, hogyha megnézted ezt a videót, ha kérdésed van, bármi, nyugodtan írd meg kommentben, hogyha sok kérdés lesz, akkor egy külön videót is szállnak rá, de hogyha mondjuk csak ilyen 2-3 kérdésen, akkor kommentben mindenféleképpen fogok válaszolni. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy velem tartottatok, és majd akkor találkozunk a következő videóban. Hát, hogy ez most a heti kibeszéle lesz, hogy egy újabb közvetítés, most annyira hirtelen jönnek a dolgok, hogy nem tudok már semmit mondani erre. A következőben találkozunk, úgyhogy legyen szép napotok, szép hetetek!